Boldog karácsonyt kívánok a 60 televízió nézőinek, önök a rendhagyó híradónkat látják 2017. december 24-én vasárnap este, Fekete Gábor vagyok. Vasárnap délelőtt a hagyományoknak megfelelően a belvárosi Szent Adalbert templomban megtartották a betlehemi játékokat. A fiatalok újra játszották Jézus Krisztus születését. Contra Victoria, várakozás. Várunk, várunk. Egyszer csak advent lesz. Várjuk, várjuk, mert mi mind hiszünk benne. Egyszer eljön a szép ünnep, de mikor lesz a szép adventból ünnepén? Itt van már az advent. Az atya is azt mondja, hogy amen. Ám a karácsony még itt sincs, de a szívünkben ott a kincs. Nem lesz komorság, se szomorúság, csak játék és üdvösség. Lesz ám imádság és szeretet, mert a játékból sok ment. A második vasárnap is eltelt hát. Egyre közelebb jön a karácsony már. Mindenki megveszi a karácsonyfát, az összes anyuka tervezi az ünnepi vacsorát. Lassan itt a harmadik vasárnap is. Jézussal való találkozás is. Nincs olyan ember, ki nem várja, csak olyan, aki imádja. Itt van a karácsony! A kis Jézus születését ünnepeljük a pásztorjátékon. Eljött az ünnep, a karácsonyi ünnepé. Mindenki várta nagyon a szeretetről szóló napot. Hallottátok már? Ma délre összehívták a mennyei sereget. Biztosan valami érdekeset akarnak velünk közölni. Itt bizony titok lappang. Tegnap is megpróbáltam kiszedni valamit az arkangyalokból, de teljes volt a kudarc. Nagyon titkolóznak mostanában. Te sem tudsz semmit? Sajnos nem. Hurrá! Jó hírem van! Megtudtam valamit az arkangyaloktól. No mit? Mondd már a lényeget!
Állítólag ebben az esztendőben több feladat vár ránk, mint eddig bármikor. Ez minden. Hát nem érted? Ez azt jelenti, hogy több emberre kell majd vigyáznunk, és többet kell majd megsegítenünk. Prima lesz. Igazán jöhetne már Gábriel arkangyal, olyan rossz így várni. Mindig a szegény angyalokat várakoztatják meg. Addig játszunk valamit, jó? Hát ti meg mit csináltok itt? Járunk az angyaltáncot. Az nem is lenne baj, de már dél van. Vagy nem érdekel benneteket a legújabb hír? Dehogy nem, mondd már! Jó, de akkor legyetek csendben, és jól figyeljtek rám. Elérkezett az idő, amire az emberiség a világ kezdete óta várakozik. Elindulok az Úr követségében, és ti velem jöttök. Ez nagyszerű! Meg kell keresnünk egy Dávid házából szüzet Máriát, és sírul adni neki, mire szemelte ki őt az Úr. Nézzetek le át a földre. Ott él Názáret városában jegyesével Józseffel. Mindketten igaz, becsületes emberek, és mióta egymásra találtak, teljes a földi boldogságuk. Ezáltal érdemelték ki az Úr figyelmét, és lettek ők ketten a kiválasztottak. Mire lettek kiválasztva? Azt hamarosan megtudjátok, de most készülődjetek a hosszú útra. Vegyétek fel ünnepi ruhátokat, hisz örömet viszünk az embereknek. Egy óra múlva indulunk. Na már itt is volnánk. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Isten hozott, kedves idegen, fáradj beljebb. Sajnos József most nincs itthon, egy más városban várat átsmunkát, sajnos csak sokára tér vissza. Nem baj, én hozzád jöttem. Gábriel arkangyal vagyok, és örömet hoztam neked, Mária. Fiút fog szülni. Én szülni? Ez lehetetlen. És férfit sem ismerek. Az Úr akaratából fogsz gyermeket szülni, akinek a neve Jézus lesz. Ő váltja meg a világot. Eljött ugyanis az idő, hogy beteljesedjék az írás. Nincs okom kételkedni a szavaidban, kedves Gabriel. Történik minden úgy, ahogy mondtad. Látom, erős a hited, Mária. Most látogass meg rokonodat, Erzsébetet. Az Úr vele is csodát tett. Időskora ellenére ő is fiút fogant. Menj, és örülj vele együtt. Most azonban búcsúzzom tőled. Ne feledd, amit mondtam. Nos, angyalok, ki kíséri? Hosszú úton? Én! Jó, de akkor legyetek csendben, és... Figyelj! Ahol kell, ott segítsetek. Jó munkát! Jó utat, Gabriel! Ez
ez a Gabriel igazán kedves ember. Á, de hogy ember angyal, és nem is akármilyen arkangyal, akkor készülődök is lassacskán. Erzsébet biztos örülni fog a látogatásomnak. József nélkül elég nehéz lesz a vándorlás, de csak nem esik semmi bajom a hosszú út alatt. Főleg, ha mi is veled tartunk. Hál' Istennek hazaérkeztem. Jaj, de nehéz volt, de sikeresen és becsületesen elvégeztem. Mária, Máriám, hol vagy? Úgy látszik, nincs itt van. Hopsza, itt egy levél. Erzsébethez mentem, 3 hónapig maradok nála, Mária. Ahogy a dátumot elnézem, igencsak letett már az a 3 hónap, vagyis bármikor megérkezheti a jegyesem. Addig megyek és rendet rakok a szerszámaim között. Ez jó kis túra volt. Igen, csak messze lakik ez az Erzsébet. És mindemellett még Máriára is vigyáznunk kellett. Úgy csajog a lábam, mint még soha. Az hagyján, de te ötször is ránéztél a tyúk szememre. Fel a fejjel, angyaltársaim! Idáig jól végeztük feladatunkat. Ezután sem lehet baj. Bújjunk egy gyorsan, jönnek befelé. Jaj, de jó, hogy újra látlak, kedves Márkám. Milyen volt az út és miért hoztál Erzsébetről? Te még nem is tudod, József. Erzsébet fiat szült. Elmesélte nekem, hogy időskora ellenére fiút fog szülni, és ez most bekeverkedett. Nagy most az öröm nálunk. És milyen nevet adtak az újszülöttnek? A fiú neve János lett. János? De hisz nincs is János nevezetű a rokonságban. Képzelheted is, mekkora volt a rokonságban a meglepetés, de Erzsébet határozottan kijelentette, hogy a fiú neve János lett, mert ezt hagyta meg neki Gabriel arkangyal, s ennek így kell történni. Szépek voltak az ottan töltött hónapok. Az a fő, hogy te jól érezted magad. Vagy éhes, József, készítek egy kis ennivalót. Az jó lesz, köszönöm. Ki az, ki szólít engem? József, Dávid fia, ne félj és hallgass ránk, mert nagy titkot közlünk veled. Jegyesed, Mária, a Szentlélektől áldott állapotban van. Elérkezett ugyanis az idő, hogy beteljesedjék, hogy megszülessék a Mesiát. Titeket választott ki az Úr, te leszel a megváltó atya. Von tehát még jobban szerető oltalmad alá Máriát, hogy beteljesedjék az írás. Köszönöm a nagy titkot, amit rám bíztatok, angyalok. Örömmel fogadom a feladatot, és ígérem, minden bajtól megóvom őket. Jól van, József, ez derék dolog. Most azonban távoznunk kell. Örüljetek kettesben a születendő kisdednek. Mit a hangot hallottam volna? Ó, semmi az egész. Csak magamban beszélgetek. Jöjj ide, kedvesem. Most pedig menjük vacsorázni, jó? Várj csak, mintha messziről harsona szót hallanék. Valóban. Úgy látszik, hírvő érkezett a városba. Halljuk, milyen új hírt hozott nekünk. Kihirdettetik Názáret városába. Augustus, a fényes császár, rendeletet bocsájtott ki, mely szerint az egész földkerekség megszámláltatik. E célból mindenki menjen el szülővárosába, és ott jegyeztesse fel magát. Így szól Augustus, a fényes császár parancsa. Tudod, mit jelent ez számunkra, kedvesem? Úgy, nagyjából.
El kell mennünk Betlehem városába, hisz onnan származok. Bizony fáradtságos út lesz számodra. Igyekszem ma izökszöl nélkül viselni a fáradtságom. Én pedig igyekszem minél kényelmesebbé tenni a hosszú kilométereket. Most pihenj le, én addig összekészítem a dolgainkat. Ennél jobb hírt is hozhatott volna a hírnök, most mi is kutyagolhatunk el messzi Betlehembe. Én azért sajnálom Máriát, hogy ilyen állapotban kell megtenni ezt a nagy távot. Elég fárasztó lesz számára. Épp ezért ne beszélgessünk. Menjünk, segítsünk! Betlehem? Igen, nem sokára utunk végére érünk. Keressünk egy szállást, ahol kipihenhetjük magunkat. Ki az? Két szállás kereső. Nincs szabad helyünk, menjetek máshová. Itt csak úriemberek kaphatnak szállást. Várandós a feleséged. Mi hova menjünk így késő esti órába? Nem érdekel ez engem. Menjetek innen, még szép szóval van. Hadd József, ne alkodj ilyen gonosz emberekkel, majd megszáll minket valaki. És ezen megint mi leszünk? Megint nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene. Nem hagyhatjuk fedél nélkül Máriát a hideg éjszakában. Van valakinek egy jó ötlete? Próbáljuk meg erőszakkal elfoglalni egy szállást. Ezt te sem gondolod komolyan. Mit szólna hozzá, Gabriel? Szeretetről beszélünk, és erőszakot alkalmazunk. Valami más kellene kigondolni. Azt hiszem, megvan. Idefelé jövet, az úttal nem messze, lehet egy tágas barlangot. Nem túl ideális hely, de szükséges esetén, mint most is, megteszi. Jó lesz. Értesítjük Józsefet erről a lehetőségről. De ne ebben a feltűnő angyalruhában, hanem mint a földi emberek lennék. Itt ez a köntös, ebben már nem ismernek fel téged. Segíthetek valamit? Nemrég érkeztünk a városba, és még nem találtunk szálláshelyet, pedig a várandó feleségemnek igen nagy szüksége lenne rá.
Sajnos, én csak egy szükségmegoldást tudnék ajánlani. Van a város közelében egy barlang, ott meghúzhatjátok magatokat. Jó lesz az nekünk, József! Persze, de mellett található az a barlang, kedves ifjú. Ha kívánjátok, szívesen elvezetlek benneteket oda. Nagyon köszönjük. Akkor induljunk. Jó lesz az nekünk, József. Látod, kedves Józsefem, mennyi akadályt kell lekezdenünk, mi megszületik a megváltó. Igen, de az is igaz, hogy a gondviselés még soha sem hagyott el minket. Gondolj csak Erzsébetre, vagy erre a kedves ifjúra, ki véletlenül került az utunkba. Bizony, furcsa véletlenek vannak, de a gondviselés általában ilyen véletlenekkel dolgozik. Na de már meg is érkeztünk, kedves ifjúpár. Ez az a barlang, amiről beszéltem, de nem akarlak zavarni benneteket. A viszontlátásra, remélem még találkozunk. A viszontlátásra, kedves ifjú. De jól esik kinyújtóztatni a lábaimat. Neked ez a fontos? A finom vacsorára nem is gondolsz? Dehogy nem. Elég régóta korog már a gyomrom. Épp itt az ideje, hogy megtöltsem valami finommal. Pásztorok, pásztorok! Ki mászkál itt ilyen későn? Mi vagyunk azok, ne féljetek! Még hogy ne féljünk, hiszen ezek fehér ruhás kísértetek, meneküljünk! Ne féljetek! Te ezek nem kísértettek, ezek angyalok, Isten küldöttei! Tényleg! Szép, hogy rájöttetek, de hagyd mondjuk el végre, miért jöttünk. Mondjátok, csupa fülek vagyunk. Örömhírt hoztunk nektek, megszületett a megváltó. Nem messze innen egy barlangban találtok rá. Pólyába van takarva, és jászolban fekszik. Menjetek, és örüljetek a szülőkkel együtt. A jó hírt, angyalok! Ezeket néztettek kísérteteknek? Most ne ezen vitatkozzatok, hanem szedelőcködjünk, és keressük meg a jászolban fekvő kisdedet.
Látjátok, mennyi angyal van a jászol körül? Most már biztos, hogy a megváltó született meg ezen az éjszakán, gyerünk közelebb. Köszöntünk titeket, áldott szent család, eljöttünk, hogy lássuk, akit szívünk várt. Világ megváltója, lebőlünk eléd, szegényes a gúnyánk, de szívünk a téd. Ez a friss kenyér, egyszerű ajándék, de nekünk embereknek mindennél többet ér. Mindennapi kenyerünket szeretjük is nagyon, megköszönjük, s érte hálát adunk. Fogadd e tejecskét, szeretetem jelét, máshol nincs, amit adhatnék. Íme legkedvesebb báránykám legyen a tiéd, vidíts a szíved, ha bármi szomorít. Áldjon meg benneteket a magasságos Isten, amiért eljöttetek, és nem mondtatok nemet az angyali szóra. Tiszta szívetek a legnagyobb ajándék, őrizzétek, hogy soha ne változzék. Pósa Lajos, a szeretet. Nagyobb kincs a földön, nincs a szeretetnél, örülj, ha valaha valami jót tettél. Hogy nyoma ne vesszen, hogy ne legyen vége, beírja az Isten csillagos könyvébe. Ha csak egy könnyet is egyszer letöröltél, édesebb öröm az minden más örömnél. Mikor rá se gondolsz, mikor nem is várnád, Isten két kezéből ezer áldás száll rád. Mondd el a hegyek ormán,
Ebben az örömteli órában nekem is itt a Szent Család mellett a helyem. Azt azonban be kell vallanom, hogy meg vagyok elégedve veletek. Jól végeztétek feladatotokat, ezért jutalmul énekelhettek még egyet az embereknek. Horváth Richárd polgármester az ünnepek fontosságát hangsúlyozta karácsonyi gondolataiban. Kedves hatvani barátaim! Elérkezett az évben az az ünnep, amelyet mindannyian nagyon várunk. Túl vagyunk az adventen, méltóképpen felkészültünk arra, hogy tiszta szívvel ünnepeljük Krisztus születését. De azt gondolom, hogy a karácsony nem csak azoknak ünnep, akik vallásosak, hanem azoknak is, akik nem. Hiszen az év minden napján 7 nappal átéve dolgozunk, és megteszünk mindent azért,
hogy szeretteink, a családunk boldoguljon. És miközben ezt tesszük, vívjuk harcainkat a mindennapokban, és nem igazán van időnk megállni egy kicsit pihenni. De most, karácsonykor, kicsit lazítunk. Letesszük fegyvereinket, a harcmező elcsendesüdik, elhalkul, és mi mindannyian a családunkkal, a szeretteinkkel vagyunk együtt. És azt gondolom, hogy a karácsonyi csoda része az, hogy amikor este ott vagyunk a fánál, érezzük a karácsonyfa illatát, érezzük a sütemény ízét, akkor nem csak azok vannak ott velünk, akik fizikailag ott lehetnek, hanem azok is, akik már nincsenek köztünk. De ha nagyon figyelünk, akkor érezzük őket. Érezzük az illatukat, a tapintásukat, az ölelésüket, és karácsonykor igazán együtt van a család. Kedves hatvaniak, ezen gondolatokkal kívánok én önöknek meghitt, békés, boldog karácsonyi ünnepeket. Isten áldja a hatvant, Isten áldja a hatvaniakat. Kedves nézőink, önök a 60 TV utolsó híradóját látták ebben az évben. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok önöknek, a magam és munkatársaim nevében is. Találkozzunk január 2-án. Viszontlátásra!